tettenérés az a bűnügyi nyomozói tevékenység, amely a konkrét bűncselekmény befejezésének megakadályozása, a folyamatos bűncselekmények megszakítása és bizonyítása szempontjából a leghatásosabb. A bűnügyi operatív felderítő munka, mely elsősorban a rejtett, leplezett, súlyosabb bűncselekmények felderítését hivatott megoldani, szívesen alkalmazza a titkos felderítő munka befejezéseképpen a nyílt vizsgálattal történő átadásnál a tettenérést, mint a megindítás alapján. A megfelelő kombinációval kidolgozott tettenérés lehetővé teszi az előzetes operatív felderítés konspirálását, az ügyben alkalmazott operatív eszközök és módszerek konspirálását, a szükséges tárgyi és személyi bizonyítékok megszerzését, a gyanúsított vagy gyanúsítottak szökésének megakadályozását és a nyílt vizsgálat eredményes megkezdését. A bűnügyi szervek felderítő munkájának sokrét erőségéből következik, hogy a tettenérés megszervezése sokféle lehet. Mindenkor a konkrét ügy, az operatív helyzet alapján kell kidolgozni a tettenérést. A filmen bemutatott esetek nem receptek, gondolatébresztő példaként szolgálnak. Ügynöki jelentés alapján felmerült annak gyanúja, hogy az újpesti bőrgyárból különböző bőröket lopnak, és azt kisiparosoknál értékesítik. Az operatív feldolgozás során megállapítás nyert, hogy Németh József raktári segédmunkás gyanúsítható a lopások elkövetésével. A rendelkezésre álló adatok szerint Németh engedéllyel az üzem konyhájáról naponta viszel moslékot. Az ügyben foglalkoztatott ügynök jelentette, hogy Németh a moslékos kannában a portással összejátszva viszi ki a gyár területéről a lopott bőröket, melyeket gépkocsijával szállít lakására. A meglévő adatok alapján úgy döntöttek, hogy tettenéréssel kell